Hók József mutatja kameránknak a tavalyi akácméz tökéletes állagát, bár tulajdonosuk boldogabb lenne, ha a tavasz beköszöntével a hordók már üresen állnának ebben a raktárban. A hungarikummá minősített mézfajtát, csak úgy, mint a többi virágból készített mézet, egyre nehezebb értékesíteni a magyar piacon. Hók József úgy fogalmazott, a hazai méhészek tavalyi termésének mintegy 70-80%-a még értékesítésre vár. Mindannyian tudjuk azt, hogy az ukrán méz, kínai méz jelentősen elárasztja Európát, nem csak Magyarországon keresztül, hanem az összes Európai Unió tagállamain keresztül, Lengyelországon keresztül, mindenen keresztül. De az Egyesült Királyságot is mondhatnánk, végül is volt egy közeljövőben egy több száz tételes mézvizsgálat, mint egyértelműen kiderült, az Egyesült Királyságból érkező mézek 99% vagy 100% hamisítvány. A Törökországból érkező mézek 90% fölötti értékben hamisítvány. Az ukrán mézekre nem mondhatjuk, hogy hamisítvány, de a áru tömegük, és teljes mértékben sajnálom az ukránokat, én azt mondom, de az, hogy lebombázzák a mézes hordókat, vagy eladják olcsóbban, ez megint nem kérdés, hogy inkább azt fogják választani, hogy olcsóbban eladják. Sajnos nekünk ezekkel az árakkal kéne, hogy versenyezzünk. Hók József azt is elmondta, hogy a laboratóriumi körülmények között előállított, tehát növényt nem látott olcsó méz kínálattal nem lehet versenyezni, és ez ellehetetleníti a hazai főállású méhészeket. A Magyar Közlönyben április 18-án megjelent kormányrendelet éppen ezért nem csak az olcsó ukrán gabonára terjedt ki, hanem a repce és napraforgó magra, a lisztre, étolajra, valamint egyes húsfélék mellett a mézre is. Ugyanakkor ezen termékek Magyarország területén történő átszállítását nem tiltja, mondta el Hók József. A Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke úgy véli, mindaddig, amíg a fogyasztók a hamisítványokat választják, a valódi méz iránti kereslet nem fog nőni, és ez nem csak gazdasági, de ökológiai károkat is okozhat. Korábbi években itt arról beszéltünk 10-15 évvel ezelőtt, hogy 150-200 megporzó rovar van. Ezek a megporzó rovarok száma vagy fajtája most már azért 80 köré csökkent. Méheinket is csak mesterségesen tudtuk eddig életben, vagy már tudjuk életben tartani. Azért, és ezek a megporzók most 90%-ig most már azt kell, hogy mondjuk, hogy a méhek. Ha méhek nem tudjuk gazdaságosan fenntartani, csak veszteségből a méhés se fogja fenntartani. A szakember szerint a lakosság is sokat tehetne a megporzó rovarok védelme érdekében azzal, ha olyan növényvédelemmel próbálkoznának a kertjeikben, amelyek nem lennének végzetesek a rovarok számára. Maga a növényvédelem miatt is azért nagyon sok rovar nem pusztult ki, a növényvédőszerek használata sokkal fokozottabb. Már birkozunk azzal a permetezésekkel, hogy meg kell védeni a növényeket, mi ezzel egyetértünk. Csak az, hogy úgy gondolja valaki, vagy úgy gondolják a kiskert tulajdonosok, inkább én a kiskert tulajdonosokra mondanám, hogy most virít a fájuk, most nekik permetezni kell. Igaz, hogy mély kímélőszert, akár mészszer egyébbe permeteznek, csak azt nem tudják elfogni, hogyha az a rovar mély, ott van most a gyümölcsván, és ő lefújja egy mészlével, az a mély nem tud visszamenni a kaptárba, mert átázott, nem engedi be a család, mert idegen szaga lesz, és ki vagyunk téve megint a növényvédelem kockázatának vagy hatásának. Az elnök hangsúlyozta, mivel a méz minőségét olyannyira nem befolyásolja az idő, hogy a több ezer éves piramisokban talált méz is alkalmas emberi fogyasztásra, nem érdemes arra várni, hogy az Európai Unió területére bejutott olcsó méz miatt a hazai méhészek a termelési ár alatt fogják adni a mézüket. Vagyis a kiskereskedőknél továbbra is marad a 3-3500-as, a nagyáruházakban pedig az 5-7000 forintos ár.